Sajnálatos módon nem csak Kanye Westről híresült el az elmúlt időszakban az antiszemita megnyilatkozásoknak a képviselője, hanem a szavakat tettekre is váltották, ahogy ez a hetek cikkében is megnyilatkozott, és London és New York sajnálatos módon az élen jár, ellenben valamilyen módon Tel Aviv sem szeretne lemaradni. És ennek a megfejtéséhez itt van velünk most a vonalban egyrészt egyenesen Izraelből Surjáni Dávid, nemzetközi jogász. Szerbusz, Dávid! Szerbusz, Kati! Üdvözlöm a hallgatókat is, köszönöm a meghívást! Illetve Pécsi Tibor, történész. Szerbusz, Tibor! Szia, Kati! Szia, Dávid! Szerbusztok, hallgató! Szerbusz, Tibor! Jó látni! Igen, itt most egy találkozási pont van, nem teljesen személyes, de már majdnem. Minden esetre a legtöbbet hozzuk ki belőle, amit csak lehet. Tehát ebből a témából sajnos már régen elegünk lehetne, de úgy tűnik, hogy újra meg újra felüti a fejét, és még mondjuk csak azon szörnyűködnénk, hogy miket mond egy celeb sztár, azon kívül az is már önmagában is egy elég sajnálatos dolog, de az, hogy olyan híreket kell hallanunk, hogy gyakorlatilag megtámadnak zsidókat New Yorkban, hogy félelemben tudnak élni Londonban, ez olyan megterhelő tud lenni, ami csak a történelmet idézi föl. Tibor, ugye te nem csak a régmúlt történelmével foglalkozol, hanem a nem olyan nagyon régmúltéval is, például a holokauszttal, de figyelemmel kíséred a jelenkori eseményeket is. Mit szólsz ehhez, hogy ennek valahogy nem akar vége szakadni, sőt? Hát úgy tűnik, hogy ennek soha nem lesz vége. Nem akarom elkeseríteni a hallgatókat, de a bűnbakképzésre, ahogy már Adolf Hitler is megmondta, kiválóan alkalmasak a zsidók, sajnos, legalábbis a világ részében. Másrészről én, amit így ebben látok még, hogy sajnálatos módon a múlttal való hamis szembenézések is eredményezhetik ezt a politikát, hiszen... Ez már nem is politika, hanem egy ilyen közemberi felbuzdulásoknak a sorozata. Hát de igazából a politikát a közemberek csinálják, igen. Tehát ugye a közembereknek a hangulatából és az indulataiból és a gondolkozásából kerülnek ki azok a politikusok aztán, akik ezt meg tudják lovagolni, és valószínűleg ez most is így lesz, és tényleg nem egy ilyen január 18-ai elkeserítő üzenettel próbálok jönni. Egyébként rendkívül aktuális erről beszélgetni, hiszen most van 78 éve, hogy a budapesti gettó felszabadult, tehát ma van ennek az évfordulója, és sajnálatos módon az látszik a magánemberek viselkedésén túl, de az egyetemi aktivitások területén is, hogy Izraelt újra gettóba akarják zárni, és pontosan az az ENSZ, amelyik 2005-től bevezette január 27-én Auschwitz felszabadulásának a napján a holokauszt nemzetközi emléknapját. Pontosan ez az ENSZ most december elején elfogadott a közgyűlés egy olyan döntést, hogy jövőre május 18-án a Nakbát, ugye a palesztinai arabok menekülésének és egyrészüknek a diaszpórába kerülését egy nemzetközi emléknapját kívánja tenni, és ugye tudjuk, hogy hát a közgyűlésben az országok többsége ezt megszavazta, Magyarország hála Istennek nem. Ez egy óriási dolog egyébként, gondolom, ez egy ezt értékelette is. Abszolút mértékben ez egy óriási dolog, mert most ez úgy tűnik, hogy ez a korszellem a nyugati civilizációt lerántani a sárba, a porba, és ennek a vívmányait, és ugye a nyugati civilizáció egyik élharcosa a zsidóság, hiszen rengeteg civilizációs vívmányunkat köszönhetjük zsidó intellektueleknek, gondolkodóknak, feltalálóknak, és hát úgy tűnik, hogy ő tényleg, ahogy Csepeli György mondta, a zsidó közösség a kéznél levő idegen, akibe bele lehet szállni, akit meg lehet szidalmazni és támadni,
és én azt gondolom, hogy ezek ijesztő jelenségek, de nem idegenek attól a korszellemtől, ami az elmúlt 4-5 évben elszabadult a cancel culture-rel és a woke ébredéssel. Én azt gondolom, ezek összefüggenek egymással. Tehát itt igazából, amikor a zsidókat megtámadják a nyugati civilizáció emblematikus országában és országaiban és városaiban, és kitiltják őket az egyetemről, és korlátozni akarják a jogaikat, akkor igenis az egész nyugati kultúra ellen zajlik ezzel egy támadás. Én ezt így látom. És hát fordul, ugye nagyot fordult a világ, hiszen a szabad világról beszéltünk eddig a nyugati civilizációk fellegváraiban, mint amilyen New York és London, de hát nyilván említhetnénk más országokat is, és más városokat a nyugati civilizáción belül, de hát valóban ezek emblematikus helyek. Dávid, viszont az, hogy ez a fajta zsidó ellenesség hogyan nyilvánul meg Izraelben, az még nagyobb csavart jelent ebben a sztoriban. Te hogy látod, hiszen részint egyetemi tanulmányokat is és kutatásokat folytattok kint, és nyilván belelátsz ebbe az egyetemi világba, ahol a woke culture gondolom ott is elterjedt. Igen, egyértelműen elterjedt. Egy nagyon, nagyon furcsa és kicsit nehezen elemezhető jelenség ez, és nagyon örülök annak, hogy Tibor felemlegette ezt a nemzetközi folyamatot, és ebből is látszik, hogy milyen alapos és széles látókörű kutatója az antiszemitizmusnak és a holokausznak, hogy nem csak egyes kis antiszemita incidenseket kell vizsgálni, nyilván az is nagyon fontos, de valóban a nagy politikai folyamatokat is nézni kell. És az a negatív gesztus, ami megtörtént az elmúlt év zárásaképpen az ENSZ részéről Izrael felé, csak egy abban a hosszú sorban, ami gyakorlatilag egy rettenetesen hosszú nyomásgyakorlás a nemzetközi közösség részéről Izrael ellen. És az az érdekes, én azt tapasztalom itt kint, hogy ennek a nemzetközi nyomásnak van egy meglepően nagy ereje, amennyiben egyre több, különösen izraeli fiatal, akik ugye szervesen részei a közbeszédnek, szervesen részei a közösségi médiának, gyakorlatilag a világ fiatalsága, legalábbis az interneten csüngő világ fiatalsága, gyakorlatilag egy nép már, nehezen nevezhetőek sokan egy nemzet tagjának, inkább egy ilyen nemzetközi tudat tagjaként lehet őket definiálni, és ez nagyon igaz a zsidó fiatalokra is itt Izraelben egyre többre, és ezért érződik, hogy az a hol lappangó, hol felszínre egyre csúnyábban törő antiszemita jelenség hat rájuk is, méghozzá olyan formán, hogy hatnak, hogy engednek ennek a nyomásnak sokan. Ez azt jelenti, hogy ezen az egyetemen, ahol én járok, ami az egyik ami talán Izrael legfontosabb felsőoktatási intézménye, a Héber Egyetem, ugye ez az első egyetem a Technion mellett, amit itt alapítottak, így a társadalomtudományok kapcsán ez az egyértelműen, ez az első, még Einstein is benne volt az alapításába, már akkor létrejött, amikor Izrael állama még messze volt, a jövő zenéje volt, és most azt látni, hogy tele van olyan tanárokkal, akik elsősorban a diákok nyomásának, illetve nyilvánvalóan a saját kollégáik, nemzetközi kollégáik nyomásának engedve olyan világnézetet képviselnek, amit már hiába neveznek maguk cionizmusnak, én már nehezen tudom annak nevezni. Milyen alapon nevezik cionizmusnak egyébként? És hát ugye a Héber Egyetem Jeruzsálemben van, igaz? Na hát ez is egy vitatott kérdés, hogy a Héber Egyetem Jeruzsálemben van, mert sokan kiemelnék, hogy a Héber Egyetem Kelet-Jeruzsálemben van, akik szeretik hangsúlyozni a városnak a kettéosztottságát, és ez tény, hogy egy kis zsidó enklávé a kelet-jeruzsálemi tengeren belül. Éppen ezért olyan izgalmas a története, különösen a 48-as függetlenségi háború, meg az azutáni Jordán megszállás ideje alatt, amikor csempészni kellett oda a fegyvereket, meg leonnan a tankönyveket, meg stb. De ez most nem olyan fontos, az a fontos, hogy abszolút ez a zsidó nemzetállamiságnak az egyik
bástyája volt, egy előfutára volt. És most annak ellenére, hogy cionistának nevezi magát sok tanár, amit ők úgy értelmeznek, hogy hát szeretik Izraelt, szeretik ezt a helyet, és ragaszkodnak hozzá, és itt akarnak maradni. Szeretném felhívni a figyelmet arra a nagyon sunyén lappangó antiszemitizmusra, amit ma már anticionizmusnak nevezünk, ami félreértés ne essék, nem azt jelenti, hogy valaki kritizálja Izrael államot, vagy Izrael kormányzatát, mert kell kritizálni, minden egyes kormányzat rászorul, és fontos a kritika. Nem erről van szó. Az anticionizmus alatt én azt értem, és szerintem nemzetközileg, aki ezt alkalmazza, és értelmes, és józan, az így érti, akkor antiszemitizmus az anticionizmus, amikor Izraelnek a zsidó jellegét kikezdi valaki. Tehát, hogy olyan megoldást próbál kényszeríteni Izraelre, amely ennek az államnak a zsidó mi voltát ellehetetleníti. Tehát például, aki nagyon követeli, és valamilyen módon Izrael részéről elvárja a palesztin menekült válságnak a megoldását, pontosan az, amit Tibor felemlegetett a Nakba, tehát a palesztin idézőjelben katasztrófa után létrejött válságot. Ha ezt Izraeltől várják a megoldást, magyarán például a visszatelepítést, akkor mindenki tudja, hogy demográfiailag ez az ország megváltozik, és innentől ez már nem egy zsidó demokratikus állam, hanem valami egészen más. És aki ezt várja el, az látszik, hogy nem igaz, hogy csak egy válságot meg akar oldani, hanem őt azt piszkálja, hogy létezik egy olyan állam, ami természetileg zsidó. És aki ez ellen küzd, az tulajdonképpen mondható, és nagyon is ki kell mondanunk antiszemita. És ez az akadémiai világnak a nagyon durva sunyisága, illetve a jogi világnak a nagyon súlyos sunyisága, mert ugyanezek az emberek kőkeményen felkelnek az antiszemitizmusnak a nyílt incidensei ellen, mint a horog keresztek zsinagógára firkálása, zsidó rabbik megkurcolása az utcán, ilyet ők sose tennének, legalábbis azt mondják, legalábbis jelen kontextusában a történelemnek nem tennének. Ugyanakkor a nemzetek között, és ezt hangsúlyozza Izrael is, hogy úgy érzi magát, hogy a nemzetek között ő a zsidó. Tehát nagy szinten ugyanúgy megtörténik, hogy a német fiú, meg a francia fiú, meg az amerikai fiú, meg a japán fiú megrugdossa a zsidó fiút, most értjük ez alatt a nemzeteket. Tehát ugyanúgy megtörténik az incidens, csak nem feltétlenül egyes emberekre lebontva, hanem most az államot értve. Sokkal könnyebb emögébe bújni, hogy én nem vagyok antiszemita, én csak az Izrael állam jelenlegi formáját ellenzem, de az az igazság, hogy aki olyasmit vár el Izraeltől, amit utána megsemmisíteni a zsidó jelleget, ez nem más, mint antiszemitizmus. Ez nagyon fontos így lefordítani, és azért az is szöget üt a fejembe, hogy eleve egyrészt nagyon régóta nyomást gyakorol az úgynevezett szabad nyugati világ Izraelre e tekintetben, másrészt a nemzetállamokat amúgy is minden szinten nyomás gyakorlás éri, és hát most Izraelnek is olyan kormánya van, ami ezzel most éppen szembe menne. De Tibor, még azt szeretném kérdezni tőled, hogy akkor viszont, amikor ez már ennek egy hosszas történelme van, most akkor milyen újabb lépések várhatók, és milyen kifutása lehet ennek szerinted? Hát először is nagyon köszönöm Dávidnak ezeket az összefoglalásait, mert valóban nagyon világos és jó kontextusban beszélt arról, ami a fő probléma, és ez a sunyiság szó, ez meg nagyon találó, azt gondolom. Ugye az az érdekessége ennek az egésznek, ha én is ugye így követelem azt, ami történik az új izraeli kormány megválasztása óta tulajdonképpen magában Izraelben is, és egy hasonló hisztéria látszik, de nem tudom majd Dávid, hogy erről akar-e, vagy tud-e mondani valamit, mint ami volt a George Floyd meggyilkolása után Amerikában, tehát úgy tűnik nekem, hogy a társadalom egy része ki van attól borulva, hogy egy olyan kormány lett, ami zsidó, vállaltan zsidó. Tehát nekem ez az egyik megdöbbentő dolog, és valóban ez a törzsi közösség, amire Dávid utalt, hogy a közösségi média és a különböző platformok kötik már össze, és mossák át az ifjúságnak az agyát. Ez sajnos ez egy tény, és gyakorlatilag az identitásukkal, és akármelyik országot megnézzük, de itt tűnik Izraelben is, az identitásukkal és a gyökereikkel, amik igenis minden embernek vannak,
a saját nemzeti, családi gyökerei ezzel szemben kezdenek el gondolkozni és véleményt nyilvánítani. Ez szerintem egy nagyon aggasztó folyamat, hogy létrejön valóban, ha úgy tetszik, egy új nemzet, amit nevezhetünk a szociális média népének, akik tulajdonképpen mindenütt ott vannak, Ezt és szokták is így mondani egyformán. egyébként, megszólítani őket, hogy az internet népe felháborodott, tehát akkor itt már le is Igen. lepleződik gyakorlatilag a Igen. fő Az cél. már egy más kérdés, hogy az internet népe min háborodik föl, mert azt szerintem nagyszerűen vezérlik. De ami még a másik kérdés, hogy most ugye nem sértem meg, remélem, az internet népét azzal, hogy azt mondom, hogy a társadalomnak, vagy a berendezkedésnek a polgári köz alsóbb szintjéről beszéltünk, de nézzük meg az ENSZ-t, ami azért egy iránymutató világszervezet és a béke fenntartásának érdekében alakult meg. Tehát soha ne felejtkezzünk el arról, hogy ez az ENSZ hatalmazta föl a zsidókat arra egyébként, hogy a Palesztina mandátum területnek, ami 1947-ben nem nemzeti és etnikai elnevezés volt, ezt hangsúlyozzuk ki, hanem földrajzi elnevezés volt, majd csak 1961-től a Yasser Arafat békenobel-díjas terrorista vezér által alapított palesztin felszabadítási szervezet kezdi használni nép névként, Ezt akárhányszor mondod el, Tibor, ez annyira nehezen megy át, hogy, nem baj, hogy hát azért érdemes újra vagyok meg újra tanár, hogy neki. elmondjam Így újra van. és újra, hát ha átmegy És egyszer. hát Tehát, tanárként gondolom, ez amúgy is hozzá vagy szokva, hogy egyszer igen, csak ahogy átmegy. nehezen megy át, igen. Az. Jó, tehát hogy ez a lényege, hogy ezt igazából az ENSZ 1947. november 29-én jóvá hagyta, hogy legyen ott egy zsidó és arab állam egyébként, amit az arab világ elutasított. És ennek az egész konfliktusnak ez a gyökere, nem az, hogy utána még az állam kikiáltása előtt már az arab légió Jordániából és a felhergelt arab szabad csapatok támadták a zsidó telepeket, és elkezdődött az, amire Dávid utalt, hogy függetlenségi háború, és utána 48. ijár 6-a reggeltől, május 15-e reggeltől pedig 5 arab ország reguláris hadserege támadt rá a frissen születő államra, és valóban a katonai tevékenység során igen, voltak ilyen akciók, amikben arab településeket a zsidók leromboltak és elűztek arabokat, és azért ugye ezt említsük meg, hogy ezt az izraeli iskolákban tanítják a gyerekeknek, ugyanakkor azt, amit az arab terroristák műveltek és az arab hadseregek műveltek az elfoglalt vagy elfogott zsidó településekkel és zsidó emberekkel, például a Héber Egyetemre tartó orvosi tímmel 1948-ban, akiket lemészároltak azért, mert zsidók voltak az arab szabad csapatok. Tehát ne haragudjunk, ezt nem tanítják az arab iskolákban, De az és a ellenkezőjét igen. de az ellenkezőjét igen. És ez a nagy probléma szerintem, és nekünk pedig, akik mind a két oldalt elolvashatjuk, és nézhetjük, és figyelhetjük mind a két oldalnak a történetét és a véleményét, azt hiszem, hogy nekünk a nyugati világ képviselőinek lenne az a felelősségünk, hogy ebben egy józanságot őrizzünk meg, és én azt gondolom, hogy az ENSZ-nek a közgyűlése nyilvánvalóan a saját döntésével szembe helyezkedett azzal, amit most decemberben elfogadott a NAKBÁ-val kapcsolatban, és a jövőnevű meg a kifutásról kérdeztél, hát én nem, mint próféta kívánok itt fellépni, csak átgondolva ezt, én azt gondolom, hogy egyszer össze fog ez érni az internet népe és a világ vezetői, azok, akik gazdasági, intellektuális és politikai szinten külön-külön, vagy éppen mindhármat együtt birtokolva irányítják tulajdonképpen a világot, össze fog ez érni, és sajnos akkor egy nagyon nagy probléma lesz Izraellel, Izrael sorsával, illetve azt tudom még erre mondani, hogy nagyon hasonlít a mai Izrael helyzete számomra a makkabeusok korára, amikor volt egy a modern civilizációnak, értsd a hellenisztikus
Szeleukida birodalomnak megfelelni akaró réteg, és voltak, akik ragaszkodtak, ugye az úgynevezett haszidók, akik közül a Júda Makkabi és a testvérei kinőttek, ragaszkodtak a zsidó tradícióhoz és a zsidó identitáshoz vallási és etnikai tekintetben is. Nekem nagyon ehhez a helyzethez hasonlít ez a dolog, és hát ne felejtsük el, hogy ezután jött egy római birodalom, amelyiknek a szenátusával a makkabeusok 161-ben időszámításunk előtt kötöttek egy szerződést, és a többi már történelem, ahogy ezt szokták mondani. Dávid, viszont az, hogy amit a Tibor mondott, hogy az arab iskolákban nem ezt tanítják, a zsidó iskolákban viszont nagyon hosszú ideig pontosan ezt tanították, hogy mennyire fontos ragaszkodni a zsidó identitáshoz, és Izrael történelmét is tanulták. Ehhez képest, amire te utaltál már, hogy ez a korosztály, amiben te mozogsz, a felső oktatás, egyáltalán nem olyanok vesznek már részt ebben, akikbe ez a tanítás beért volna, hanem minthogyha itt is inkább az internet népéhez való csatlakozás és tartozás uralná a gondolataikat, nem annyira a tények, mint amennyire az ideológia. Érdekes nagyon. Szívemből szólt Tibor, tényleg érződik, hogy van egy nagyon erős réteg, különösen az értelmiségi körökben, akik mindent megtesznek, hogy a nemzetközi trendeknek megfelelve olyan gondolatvilágukat sajátítsanak el, amik sokszor a saját identitásuktól szinte megütköztetően idegenek. És ez olyan helyzeteket szül, hogy gyakorlatilag most már egy fél éve tanulok egy professzorasszonynál, aki a közel-keletben, és ez az izraeli-palesztin konfliktust oktatja, annak a mélységeit, és gyakorlatilag minden órán veszekedésben nem ilyen durva, hanem inkább érvelésben, inkább úgy mondanám, mert nem nincs semmi durva indulat, hanem úgy mondanám, hogy érvelésbe torkollik a részünkről, mert újra és újra meg kell kérdőjeleznem, hogy de ő miért kérdőjelez meg mindig mindent, és tudjuk, hogy miért, mert a mai oktatásnak, sajnos felső oktatásnak legalábbis a tapasztalatom szerint az egyik legfőbb értéke és jelszava az úgynevezett kritikai gondolkodás lett. Aminek az a problémája, hogy semmi, hogy is mondjam, pozitív adalékkal nem bír, hanem csak az előző szisztémának a teljes lerombolásáról szól. Arról nincs szó, hogy esetleg valami pozitív alternatívát nyújtsunk, csak ami korábban bevett volt egy gondolati iskola, azt zúzzuk szét, erről szól a kritikai gondolkodás. És ezt nyíltan vállalják is, hogy nekik nem dolguk, és nem tisztjük valami újat, vagy valami pozitívat létrehozni, valami konstruktívat létrehozni. Ma a dekonstrukciónak a kora van, amikor amit lehet, azt szétrombolunk, és amilyen gondolati síkokban előzőleg gondolkodtunk, például az, hogy azért a zsidóknak nemzetállam és zsidó állam jogában áll, az már nem biztos, hogy így van, főleg akkor, hogyha ez esetleg egy másik népnek valamilyen módon állítólag kárára van, és akkor ebben foglald egészen elképesztő módon, mondhatnám történelmi precedenst mellőzően állást az Egyesült Nemzetek, a Nemzetek Egyesült Szervezete. Szóval ez egészen megdöbbentő nekem, hogy általában országok közötti kis, vagy népek, etnikumok közötti konfliktusokat mi szokott rendezni, esetleg a Nemzetközi Bíróság, az ENSZ-nek a főigazságszolgáltatási szerve ott kibocsát egy véleményt, vagy akár konkrétan egy ítéletet, hogyha a felek ezt kérik. Izrael kapcsán is volt már ilyen, ugye a biztonsági fal, amit, vagy kerítés, amit felhúzott Izrael sok helyen, az annak kapcsán 2004-ben a ICJ, tehát a Nemzetközi Bíróság kiadott egy véleményt, természetesen mélységesen elítélőt. Ezeknek meg lehet a helye, főleg, hogyha jogilag megalapozott egy vélemény, amit egyébként én itt vitatnék, de zárójel bezárva. De az, hogy a politikai testülete, közgyűlése, vagy ne adj Isten, a biztonsági tanácsa hoz ilyen határozatokat, az egészen példanélküli, megdöbbentő és megbotránkoztató, különösen megbotránkoztató nekem az, hogy egy olyan pici dolog, mint hogy Itamar Ben-Gvir, tehát az újonnan beiktatott nemzetbiztonsági miniszter, aki történetesen szélső jobboldalinak titulálnak és fasisztának, például a mi egyetemünkön is, őt
ő felment ugye a templom hegyre, pont aznap, amikor mi is egyébként ott voltunk, és semmi probléma nem volt, nem történt semmi, látszott, hogy fel van fújva ez a lufi, a közösségi média úgy kezeli, hogy na most fog elkezdődni az új intifáda, mint Sharon idején, ugye, a második intifáda. Természetesen az, hogy nem indult el az intifáda, az nem mentesíti Ben-Gvirt az esetleges felelősség alól, hogy végig gondoljuk-e azt, hogy tényleg felelős döntésem most neki oda felmenni, vagy nem, de ez teljesen másodlagos abban a kontextusban, amit előteremtett például az ENSZ, és annak az egyik kulturális, annak a kulturális szervezete az UNESCO, ami teljes mértékben elvitatta korábbi, szintén 2022-es, 20-as, stb. Határozataiban a zsidó gyökereit a templomhegynek, ami szintén precedens nélküli, én még nem hallottam ilyet, hogy egy fontos területnek vallási jogait valakitől elvitassák, különösen nem a legszentebb helye kapcsán, ez olyan... Tehát a saját vallásának a szent helyéről vitatják el a jogát. Igen. Egy kicsit olyan párhuzamba állítanám, mintha a Vatikánt elvitatnák a katolicizmustól, vagy Mekkát az iszlámtól. Nyilván annyi különbséggel, hogy most tényleg nem a judaizmusnak a szent helyei vannak felépítve a templomhegyre, ez is tény, de hát ez önmagában megír egy idézőjelben misét, hogy miért van így. Ez szinte zárójel bezárva, ebből is látszik, hogy milyen szertágazó ez a problémakör. De amíg utalva arra, hogy amit az oktatásról beszélsz, hát ez az, amit a Héber Egyetemén is a nagy kritikai gondolkodók azért kikezdenének, hogy nem ilyen egyszerű, hogy a zsidókat erre tarítják az arabokat másra. Egyrészt tény, hogy Izrael nem büszke az általa esetleg elkövetett atrocitásokra a 48-49-es évben, és tény, hogy nem nyitotta meg a kutatók előtt az archívumokat olyan mértékben, amit elvárnak a kutatók. Ugyanakkor ezzel kapcsolatban is volt egy vitám az egyik órán, feltette a kérdést a tanárnő, hogy na de fiatalok, hogyha miért érdemes mindenről beszélni, hogy most mi történt a Nagba körül, a palesztin katasztrófa körül, a menekült válságnak a gerjesztése körül, miért fontos ez is? Azonnal feltették a kezüket több diák, és benyögte, hogy hát a legitimitás kérdés miatt. Konkrétan majdnem felálltam a helyemből, és bekiáltottam, hogy miért? Biztos, hogy nem. Ha ez legitimitási kérdéshez vezet, akkor soha az életben nem várhatjuk el, hogy Izrael valaha megnyissa az archívumait. Miért nyitná meg? Hát a létében fenyegeti a kutatás. Igen. Hogyha ezt arra használják fel, hogy őt delegitimálják. Az az igazság, hogy ez egy fogalmi tévedés. Én nemzetközi jogászként szeretném a kettőt elválasztani. Van olyan, hogy legitimitási és állam elfogadási, elismerési kérdés, state recognition, ahogy mondja a szakirodalom, és van olyan, hogy state responsibility, tehát, hogy állami felelősség. Az, hogy mi történt a Nagba során, az már egy másodlagos kérdés, az az állami felelősség kategóriába tartozik. Fontos lenne kezelni, nagyon szuper lenne, ha a nemzetközi közösség már lenne annyira érett ahhoz, hogy ezt kezelhetnénk, és tényleg megvitathatnánk, hogy mi is történt akkor, de amíg ezt egyes kutatók arra használják, hogy Izraelnek az általában a megalakulásához való jogát és legitim létjogosultságát megkérdőjelezzék, addig Izrael úgy fog viselkedni, mint egy ilyen tarajos sül, akik itt randalíroznak a Knesset környékén egyébként érdekes módon, hogyha meg akarják támadni, azonnal a tüskéit fogja mutatni, mert nem akarja, hogy a hasát, az érzékeny részét érintsék teljes joggal, ez egy teljesen normális önvédelmi mechanizmus. Senki nem akarja, hogy olyan kutatásokat végezzenek az országa ellen, ami az országát delegitimizálja. Ahogy az Egyesült Államokban sincsen ilyen, vagy hát egyébként mostanában pont van, örülök, hogy felemlegetted ezt a George Floydot, meg stb., mert pont ezek a körök azok, akik már elkezdték megkérdőjelezni modern nyugati országok megalapításának és a körülményeit rabszolgaságra, genocidiumokra és egyebekre hivatkozva. Az az igazság, hogy ez nem vezet történelmileg sehova, csak anarchiához. Hát és mi azon drukkolunk, hogy mindenképpen Izrael ne felszámolja a saját identitását akadémiai szinten, hanem megmaradjon ilyen tarajosűnnek, és továbbra is védje, mert egyébként az antiszemitizmus természetrajza, amit itt most mind a ketten felvázoltatok, az abban akkor egyszerűen egy olyan szereplő lenne Izrael, ami segít abban, hogy a saját legitimitását felszámolja. Minden esetre ez a fajta felvázolás nagyon értékes volt, és nagyon köszönöm, hogy ránk szántátok az időtöket. Nagyon köszönöm Pécsi Tibornak és Urjáni Dávidnak a beszélgetést.